Arolina kommunicálték az orocskáját, és amúgy vettünk fel egy csomó-csomó részt, de ilyen pár másodpercek meg ilyesmi, és azt tök hülyeségnek tartjuk. Úgyhogy most megyünk az IKEA-ba, megnézzük, hogy mi a felhozatal, mert ma szeretnénk beszerezni a karácsonyfa díszeket. Hát az IKEA-ba nem tudom, hogy nagyon lesz-e vagy nem, de az Adinak az egy élmény, mert ott egy csomó játék van, meg macik, meg minden, szóval oda majd bele fog tudni feküdni. De igazából itt van az alvás ideje, szóval majd meglátjuk, hogy lesz. Ugye, Bubi baba? Úgyhogy majd jelentkezünk, hogyha odaértünk az IKEA-ba. Itt van a Rolandka. Most éppen nagyon nyomkodja a telefonját. Hogy neked az sem mindegy, hogy milyen zenével indulunk el? Az a kell mennünk el, csak a házkulcs. A kabátomba bent. De minek házkulcs? A kocsiból jelentkezünk a Habdelinókával. Szemöldökre van, nem tudom. Megjártuk a Matalánt, ugye Bubi? Tessék? Csomagtartó, hogy itt van. Rolinak új kocsia van. Minden hónapban. Na. Mutassad csak. Na, mutatom a Rolinak csinált. Jó. Mi a mocsalád? Úristen. Itt a Bubi. Adi, mit kérte a boltba? Megmutatod anyának? Jasi. Big dinosaur, mint a Blippinek. Jasi. Tessék? Ja, fekszik? Az igen, azért kértük, hogy feküdjön. Megjártuk a Matalánt, hónapok óta meg akartam venni azt a díszt, valami soha nem vettem meg. Most meg persze, hogy már nincs semmilyen karácsonyi dísz a Matalánban, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Mindegy. Most már tényleg megyünk az IKEA-ba, de az IKEA-ba miért lenne karácsonyi dísz, azt nem tudom. Kaja biztos van ott. Hát kaja, mi most a kajáért megyünk? Csak is azért. Mindegy, megyünk az IKEA-ba. Aztán utána, nem, hogy december 9-én nincs karácsonyi dísz a boltokban, az egy kicsit durva, de reméljük, hogy találunk. Adok cuccot, Dánya, tisztába tehet? Ó, kül vagyok. Adi bubu. Víz. Nem vizes. Víz. Hol van víz? Nincs víz. Apuci. Apuci, vesz nekem gyamnyomot. Ki vagyok? Ki az a gyönyörű kolbi-molbi-molbi citromba? Na lefekszel, hogy anya tisztába tegyen? Ja, köhögünk? Na. Kidobnak minket a McDonald's-ból. Adi! Na? Mit csinál? Na. Vagy. Na mutasd meg, hogy köhögsz, na. Ez az álköhögés? Adsz anyunak egy csókot. Micsoda? Innen fogsz úgy lepottyanni. Kaki. Kaki ültál, igen, azért akarnak. Ott van a popóba. Ja, hogy... Azt hiszik, hogy koronások vagyok. Köszönöm. Most, thank you. Most már lefeküdheted, Lino? Fráncsi? Tényleg vizes vagy? Adjál most már csokod. Víz. Az nem víz, az levegőt fúj.
Na jó, most már elég. Júj, már lila a szár, na öltözzünk. Nagyon hideg van. De nem is lesz. Mi krumplit teszel? Hogy létezik ilyen, hogy sripöl-csrapöl? Kármika. Kármikától tudom, hogy létezik ilyen. Hogy sripöl-csrapöl? Segítsek? Na várjál. An easy peasy playful. És akkor ez hogy működik? Ez nem működik. Ezután hova akarsz menni? Nem tudom. I don't know. Cukítunk a range-be. Úristen, Lini! Ott van az entrance, hello! Itt annyi diszek vannak, hogy oh my god. Oh my god. Ebben még nem voltam. Hát nincs egy fontunk szerintem. Így abba. Ki tudod húzni? Az hogy csak úgy oda lett tolva? Á, kellett volna neki hoznia izét, mert nagyon hideg van. Na most, úristen, már olyanokat laktam, hogy a lányok itt helyszínen. Ó, Lini, nézd! Nézd csak, milyen fa! Szálljál, életem! Hadd szálljon ki mindet, tehát a rolébe akarod izéni. Szaladj. Na szaladj, fiamkám. Gyere, nézd meg! Ó, nem már ez mi, monkey fa? What? Igen? Gyere, behúzom neked, gyere, összehúzom neked. Gyere, összehúzom neked. Azt a... Léni, olyan kis manó, nem tetszik? 130 font ez a fa. Gyere, anya, megcsinál. Brutális, 60 font. Hát, ha lenne helyem, meg olyan házam, ahol ez nagyon illene, hát én ezt nagyon megvenném. Kérlek, úha. Ó, ott vannak fenn a fények. Lénikém nagyon szalad. Ez is tök jó. Az anyaga nagyon rossz. Mit? It's everywhere, bro. Just look around, bro. Gyere, Adi! Azt a... I like this one. Really cute. Ez is nagyon cuki. De nem tudok, a Roli egyszerűen nem tudom, milyen egy csávó. Nem lehet vele keresgélni, vagy én nem tudom, mi van vele. Csak szaladgáljak jobbra-balra. Mert ő éppen... Nem tudom, mi a szar van vele. Nem tudok nézelődni tőle. Úristen, milyen Mikulás volt itt! Mi az életem? Ott a Santa, ott a ho-ho-ho! Ez szép fa. Lehetne, de ez nem tetszik én nekem. 130. Veszem. Egyértelmű veszem a műfehér fát. Itt vagyok, hadd nézem meg. Szia! Így minden egybe kerül. Mivel együtt? A fa, maga a fa. Ez még külön. Big! Tetszik? Szép ugye nagyon? Borsókám. Na gyere, Adi, nézhetünk most már diszeket? Gyere gyorsan! Hát ez is nagyon cuki-muki. Na gyere, életem, most már tényleg menjünk, gyere! Most sehol nem lesz disz. Jövök, életem, mutasd! Oké. Na gyere, Adi, menjünk fel, lépcső. Na gyere, élet. Igen, életem. Ott a rénszarvas. Megszúrtál, hogy?
Nagyon jó kis dolgok. Ó, Donki. Na jó, akkor maradjatok, fiúk. Ez mi? Gírlanc. Na? Ott abban az izébe. Szukseni, ahogy ez de lehet. Nem tudom venni. Nektek, hogy az én fiam hogy örül az ilyenekhez. Gyere, hozd már ide! Gyönyörű, szép dolgok vannak itt. Jó. Úristenem. Everything. I like every... Adi, nézd, itt meg skatingelnek. Hogy mi ez? A Roli az nem ad időt a gyereknek, hogy felfedezze a dolgokat. Jaj. Szaladj, Adi, szaladj, 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 szaladj. Szaladj, szaladj. Azt a mindenit, hát ez nagyon cuki-muki. Igen, szerelmem, szaladjál! Christmas party fények! Gyerekek, a fiam az valami eszméletlenül érzi magát. Jövök! Nem lehet tőle nézelődni. Ma megint visszamegy a fényekhez. Na szívem! Gyere, jobbok, jobbok életem! Megint visszatértél a fényekhez? Gyere, mert még alig vettem díszt. Na gyere, borsikám, gyere gyorsan, gyere gyorsan. Gyere, biztos, hogy találunk valami nagyon szépet. Szaladj, szaladj, szaladj. Gyönyörűek. Igen, előbb itt láttam kék díszeket. Jézus Úristenem. Aha, itt nem voltunk még, Bubu. Gyere, Adi, jaj, drinkit akar. Gyere, várjál, gyere, majd mindjárt veszünk drinkit. Gyere, Adi. Menj, gyorsan nézd meg. Csű, hát ilyet welcome. Mi van iráírva? Jó, semmi, csak egy ilyen kicsi kis valami. Ez nagyon cuki-muki. Hát ez nem megy a fánkhoz. Oh my god. Jesus Christ, és mondjuk ezt hova tehet? Ezt megveszem. You come in with mama. Ezt nem tudom még hova fog menni. Majd a falra valahova. És akkor vagy ez. Nem akarok sok hülyes... Ó, ez mi ez? Hogy van ez? De még ez is nagyon tetszik igazából. Aha, még ezt is megveszem. Várja, megpróbálom. Na gyere! Nagyon bolond.
nemrég voltam az orrműtéten, és ő ilyenekkel foglalkozik. Hogy ő kiszáll, és szép megy a fejembe, se tudtam szenni a gyógyszeremet, mert egész a furikálni kellett költekezni, elköltött máma egy vagyont, egy házárát. Semmire. Hol vannak már? Az orrom mit tart? Jelenleg most fel, de alakulóban van. Jó van, majd jelentkezünk. Oké. Na, már otthon vagyunk, szobában vagyok. Szörnyű fények vannak, tudom. Meg akarom mutatni, amiket ma vettünk. Nagyon melegen van, mert mióta azértünk, bedobtam egy mosást, megcsináltam az ágyat, meg blablabla mindent. Most a Rolinak az anyáiknál vagyunk. Ugye műtötték meg minden, most már jobban van, úgyhogy... De ezekben a napokban muszáj volt itt lennünk, mert segítenem kellett neki. A gyerektől meg az egy kicsit necces lett volna otthon. Na mindegy. Megvettük a karácsonyfa díszeket. Remélem elég lesz idén, nem akarok olyan hú de nagy fát, mint tavaly volt. Elég lesz egy picike is. Úgyhogy nem vettünk olyan hú de sok díszre. Az az egyik, még megkeverjük a karácsonyfát. A Roli műfát akar, én egy kis élőt, de tényleg csak egy kicsikét. Eddig úgy volt, hogy Mickey Eggeres fánk lesz, vagyis hát én azt szerettem volna. Akkor nézegettem az árakat, meg minden, és elég drága volt. Tehát egy 10 darabos ekkora díszekkel, egy ekkora kis dobozot, 12 font volt. Úgyhogy ez nagyon-nagyon nem érte meg. Úgyhogy koncepciót váltottunk, és más lesz. De még mielőtt karácsony ajándék, addig elmentünk a Matalámba, ott is szerettem volna díszeket venni, de már nem volt. Úgyhogy vettem az öcsémnek, aki még nem született meg, egy zokni párt. Bocsika, 4 pár van benne. Nagyon kis cuki-mukika, hogy ilyet kapott. Ő ezt karácsonyra kapta, még nem tudjuk, mikor fog megszületni, de jó. Akkor vettem neki egy nagyon kis cuki pulóverkét, ilyen kis füles. Tudom, hogy nagyon rosszak a fények, de na, nem tudok mit tenni. Meg akkor ez egy pár, ez egy szedbe volt, 2 kis ilyen kis gatyókát, ami nagyon megy egybe a pulóverivel. Egyszer ennyi, aztán mehetünk a range-re, ahol vettük a díszeket, na még visszafolyva a vásárlásunkra. Az Adelino olyan szinten boldog volt, hogy esküszöm nektek, szerintem ha egész nap csak ott lennénk, ő az olyan lenne neki, mint egy nagy, nem is tudom, egy nagy nyaralás, vagy én fogalmam sincs, mert csak ennyit csinált, hogy anya, apuci, gyere, csak ennyit csinált mindenre, kipakolt, vagy 4-5 ekkora nagy ilyen jeges macit, azokkal játszott meg a fényeknek, csak sikonyált, nagyon jól érezte magát. Na de mindegy, mert már hosszú lesz ez a videó. Itt van a tisztátom, úgyhogy most hiper-szuper gyorsan megmutatom, mert már hallom az Adikámat, hogy mutatkodik. Ezt 2 kis csajszi fogja kapni, fogalmam sincsen, mik ezek. Jön fel. De ezt neki vettem. Mama megkiabál, ugyebár. Akkor a fára vettem gyönyörűséges masnikat. 3 vettem belőle, 4 darabot, szóval 12 masni lesz. Meg vettem egy ilyen hatalmas, nem rózsaszín masnit, amúgy nagyon szép színe van. Ezt a fának, a facsúcsnak gondoltam, de lesz egy csillag, szóval lehet ez alá megy, vagy közepére, mindegy, mert ez mindenféleképpen felkerül a fánkra. Akkor egyébként a fánk az ilyen ezüst és rózsaszín lesz. Most gyors meg mutatom azokat a díszeket. Amúgy nem olyan sok mindent vettünk, és azért elég sokat fizettem, megmondom őszintén. Na mindegy, vettem 4 ilyet, hát ezek valami csoda-csoda szépek, ezek fa ilyen horongok, vagy korongok, vagy mik ezek. Van egy ilyen kis télapús. Hoppá, rénszarvas, és ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon cukikák. Akkor van egy Merry Christmas-es, meg van egy karácsonyfás, és akkor ezeknek a logója ilyen kis
nem tudom milyen anyag ez. Nagyon-nagyon cuki. És akkor még vettem négy nagyon különleges díszt, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Itt van az egyik, az a baj nem adja vissza a kamera, de gyönyörű. Tehát gyönyörű. Ebből vettem kettőt. Nagyon szépek, komolyan mondom, ezek valami gyönyörűek. Megvettünk egy angyalkásat. Olyan rossz, hogy rosszak a fények, mert nagyon szépek. Megvettem egy csillagosat. Úgyhogy ez még annyira nem sok. És akkor vettem egy csomag ilyen hatos ilyen, hát nem is tudom milyen alakúak ezek amúgy, ilyen habcsók, vagy az a néger csók, vagy micsoda. Amúgy ez is nagyon szép ilyen rózsaszín, bár ebből semmit nem látok. És akkor ugye itt vannak a mosnik, gyönyörű szépek. És akkor vettem még egy ilyet, ez is nagyon tetszik, hát egyértelmű minden nagyon tetszik. Egy ilyet, ilyen fafüzér, vagy mi, hát ja, ezt nem a fára gondoltam, meg amúgy is szerintem ez csak így a falra van, viszont én valahogy a kandallomra majd próbálom megcsinálni, és akkor még ahhoz vettem ezt, a kis Christmas feliratot. Nagyon cuki. Most nagyon oda vagyok, így már rájöttem a fa dolgokért. Mondjuk az Adelino-nak a fele karácsonyi ajándéka az fa. Úgyhogy most nagyon rámentem erre a fa dologra. És az utolsó előtti dolog, mondtam én, hogy itt nagyon nem lesz sok dísz. Az még hozzá ez is szép rózsaszín színű, van benne csillogós, meg ilyen fényes. Ezek kis szívecskék. Hát szerintem ez gyönyörű. És esküszöm, ha nekem vala... Óha! Itt látok egy kis rep... Úristen! Kicsit meg van repedve. Na mindegy, én ezt kaptam valakitől karácsony... Jó, karácsony előtt inkább úgy mondom. De nagyon örülnek. Szép kis masni, úgyhogy szerintem ez meg ajándékban is tök jó. És akkor ami van, ugye, az pedig ez. Ezeket én választottam, ez pedig a Rui. Pam, param, pam, pam, param. Na hát, ebbe aztán van minden. Már jön az Adelina. Apuci, gyere. Úgyhogy igen, ebbe van nagyon sok minden. 60 darabos. Úgyhogy ennyi lenne a karácsonyfa díszünk. Nagyon kis letisztult lesz szerintem. Meg kis fánk lesz, szóval ez bőven elég lesz rá. Úgyhogy most el is köszönök. Ugyanis napokig nem videóztam, most meg 1001 perces lesz a videónk. De már jön a családom. Igen? Jövök, fiúk! Na, sziasztok, majd holnap jelentkezik.